Szép számmal gyűltek össze csomagok a Bólya iskolában, amit a diákok gyűjtöttek össze a budapesti Veszli János óvodának a diák önkormányzat kezdeményezésére. A Facebookon találtuk meg azt, hogy ennek a hajléktalan óvodának gyűjtsünk adományokat, és a diák önkormányzat tagjai megszavazták azt, hogy segítsünk nekik, és fontosnak tartjuk ezt, mivel mi ezt át se tudjuk érezni, hogy ők milyen helyzetben lehetnek. A tagok továbbították az osztálynak, mindegyik osztálynak, hogy miket gyűjtsünk, hova kell vinni, és hogy igazából miért gyűjtjük ezt az egészet. A budapesti Veszli János óvodát a Veszli János lelkészképző főiskola néhány tantermében és szociális helyiségében alakították ki, és 40 gyermek befogadására alkalmas. Az intézmény hajléktalan gyermekek óvodájaként vonult be a köztudatba, de olyan családok gyermekei járnak ide, akik a 8. kerületben állandó lakhatással nem rendelkeznek. Ezeknek a rászoruló gyermekeknek gyűjtöttek most a bólyaisok tartós élelmiszert, ruhákat, apróbb játékokat és egy kis édességet az ünnepekre való tekintetben. Buzdítani kellett őket, mert ugye, mivel nem tudják ezt átérezni, ezért nem is gondoltak bele először, hogy ez mennyire fontos lehet, de utána rájöttek, hogy azért érez valamit, hogyha legalább csak egy kicsit is beletesznek a dologba. A diák önkormányzat szervezésében indított gyűjtésben a kezdetek után aztán szervesen kivették részüket a tanulók, a csomagok eljuttatásában pedig az SMR nyújtott segítséget az intézménynek. Az iskolánk már régóta kapcsolatban áll az SMRBT-vel, és a kapcsolatunkat egyre több területen bővítjük velük, így ezt a projektet, amit a diák önkormányzat szervezett, sikerült velük összehangolni, és ők nagy segítséget nyújtottak benne, hogy kiszervezték egy fuvarcéghez, és ők eljuttatják nekünk így az adományainkat a hajléktalan óvodások számára. Az adventi időszak alatt évről évre egyre több szervezet és egyesület szervez jótékonysági gyűjtést. A remények szerint pedig ezzel a kezdeményezéssel a bólyai iskolában is sikerül egy hagyományt teremteni a karácsony közelettével.